Köszöntöm a Bonyhádi Napló nézőit, Nagy Viktor vagyok. Nézzük, mit kínálunk a mai műsorunkban. Szent Istvánra emlékezett a város. Jászberényi Zoltánné az idei Merész Konrád díjas. Maximálisan felkészültek az iskolák a tanévkezdésre. Nagy sikere volt a Bonyhádi Könyvtár nyárzáró táborának. Az idei augusztus 20-ai ünnepségen Filóné Ferenci Bolya polgármester idézte fel azokat a lépéseket, mellyel az államalapító király megteremtette a magyarság jövőjét jelentő országot. Az ünnepség keretében idén is átadták az évben kiemelkedő munkát végző pedagógusoknak a Merész Konrád díjat. A Széchenyi Általános Iskola diákjai és a Bonyhádi Székelykör tagjai állították színpadra azt a kis eseményjátékot, mely István király koronázásának történetét mesélte el. Az ünnep szónoka ebben az esztendőben Filóné Ferenci Bolya polgármester volt, aki beszédében szintén az első király történelmi nagyságát méltatta. A beszéd első felében a koronázás történetét elevenítette föl. Az ezredik év karácsonyán, december 25-én a magyar történelemben először koronázási misére gyűltek össze az ország legfőbb méltóságai, amit vélhetően az első esztergomi érsek Domonkos celebrált. A Rómából hozott korona, mely ezen a napon István fejére került, mindannyian tudjuk, nem a későbbi szent korona volt. Mégis különleges hatalommal ruházta fel viselőjét, aki a királyi címmel együtt apostoli jogot nyert az ország egyház szervezetének kialakítására. A koronázás azt jelképezte, hogy a pogány törzsek urából hívő fejedelem földjéből keresztény ország lett. Augusztus 20-a van. Az a nap, amikor megünnepeljük, hogy van otthonunk, hogy van hazánk, hogy van a Földnek egy olyan darabja, amit úgy hívnak Magyarország. Az a nap, amikor megemlékezünk mindarról, ami összeköt bennünket, magyarokat. Megünnepeljük, hogy több mint 1000 éve összetartozunk. Fejet hajtunk az államalapító nagy király emléke előtt. Nem csak felidézzük a Szent István napi hagyományainkat, hanem évről évre meg is tartjuk azokat. Szentmisén, vagy mint ahogy ma is, ünnepi istentiszteleten veszünk részt. Nemzeti szallaggal átkötött, megszentelt új kenyéren osztozunk. Olyan kenyéren, amely már hagyományosan bonyhádi lisztből és bonyhádi kezek munkájával készül. A beszéd további részében a jelen kihívásaira reflektált Bonyhád polgármestere. Egy győztes választás követően már nem számít, ki hová tette le a voksát. Ki jobb vagy baloldali. Minden vezetőnek egy célja van, a legjobb tudása szerint szolgálni azt a közösséget, amelynek a vezetésére megválasztották. Hiszem, hogy a munka és a becsület fontosabb a világnézetnél. Hiszem, hogy nehéz időkben a közösségeknek még inkább össze kell fogni, mert csak egy magyar jövő van. Filóné Ferenci Bolya beszédét István legfőbb intelmeinek megidézésével zárta. Kezét és szemét a csillagokra emelve így kiáltott fel. Ég királynője, végső könyörgéseimben a Szent Egyházat, a püspökökkel és a papokkal, az országot a néppel és az urakkal a te oltalmadra bízom. Nékik, utolsó Isten hozzádot mondva, lelkemet kezedbe ajánlom. Így ajánlotta fel az országot a szűzanyának, és így vált Krisztus anyja a magyarok nagyasszonyává. Az angyaloknak királynéjának, a boldogasszonynak, vagy mint ahogy Csíksomjon hívják, a Babba Máriának, a napba öltözött asszonynak. Pünköstkor
újra megcsodálhattam a csíksomlyói kegytemplomban, és énekelhettem a helybériekkel, reménykedő szívvel. Boldog asszonyanyánk, égi nagypátrónánk, ne feledkezzél el, szegény magyarok! Az egyházak képviselői ezt követően megáldották az új kenyeret, majd a város polgármestere a hagyományoknak megfelelően szegte meg azt. A nap folyamán Bonyhád művészeti csoportjai színpadra léptek, így a székely hagyományőrző tánc együttes is. Augusztus 20-án a szokásoknak megfelelően Bonyhád városa kitüntette kiemelkedő oktató-nevelői munkáját végző pedagógusát. A Merész Konrád díjat idén Jászberényi Zoltán vehette át. Nagyon nagy öröm és megtiszteltetés számomra, hogy én kaptam az idei évben a Merész Konrád díjat. Köszönöm a kollégáimnak, az iskolának, az iskola vezetésének. Köszönöm a családomnak, hogy támogatott. Mindvégig, amíg ezt a pályát választottam, és ezt a pálya mellett döntöttem, és itt dolgozom. És köszönöm szépen Bonyhád városnak is, hogy elmondott, és megtiszteltek azzal, hogy én kaphattam a 2022-ben a Merész Konrád díjat. Köszönöm szépen még egyszer. Ugyancsak a naphoz kötődő szokás, hogy a Virágos Bonyhádért akcióban kiemelkedően szereplők vehetik át elismeréseiket, és ugyancsak az ünnep ad alkalmat arra, hogy a Kolónia Alapítvány tanulmányi ösztöndíjasai is átvehessék a támogatást igazoló dokumentumot. A következőkben ismerjék meg az idei Merész Konrád díjas Jászberényi Zoltánnét, aki a Petőfi Sándor Általános Iskola matematika, kémia szakos tanára, és aki emellett 8 éve már az intézményvezető helyettesi funkció kihívásainak is eleget tesz. Ebben az iskolában jártam általános iskolába, ahol most dolgozom, és akkor itt nagyon-nagyon erős személyiségek voltak tanáraink. Nagyon szerettem őket. Nem voltam kitűnő tanuló, de ezzel semmi probléma nem volt, mert otthon sem várták el, hogy most mindig mindenből ötös legyek. Tehát engedték, hogy gyerekek is legyünk egy kicsikét, és nem volt kötelező mindig ötösnek lenni mindenből. Utána a gimnáziumban tanultam itt tovább, a Bonyhádi gimnáziumban, és tényleg olyan meghatározó személyiségek tanítottak engem, illetve én nagyon-nagyon szeretem a gyerekeket. Tehát nagyon szeretek gyerekekkel foglalkozni. Már otthon is a falu, vagy a szomszéd gyerekeket nagyon szívesen patroláltam kisgyerekkoromban is, és ebből az indítatásból az lett, hogy pedagógusi pályát választottam. Mégpedig nem alsó, hanem felső tagozaton, tehát én egy matek-kémia szakot végeztem. 89-ben végeztem ezen a szakon, és hát nem itt kezdtem el dolgozni, azt azért elmondom, hanem a mostani Széchenyi Általános Iskolában. Én 2003-ban jöttem vissza ide az iskolába, illetve kerestek meg azzal, hogy szükségük lenne ilyen szakos kollégára, és akkor jöttem vissza egykori általános iskolámba. Egy ilyen kis druk volt bennem, és egy kis várakozás is, hogy ugyanabba az intézménybe visszajönni, már tanárként, és nem diákként. Szerintem egy nagyon szép szakma, a pedagógus szakma. Tele kihívással, minden nap nyújt valami teljesen újat, amivel eddig az ember nem találkozott, mert a gyerekek, ahány gyerek, annyiféle gyerek, annyi különböző gonddal, problémámmal, örömmel. És szerintem akkor jó egy pedagógusnak a munkája, hogyha tud és mer a gyerekek felé nyitni, és mer az ő nyelvükön kommunikálni velük. Ez lesz a 9. tanév, amióta tagintézményvezető helyettesként fogok dolgozni ebben az intézményben. Várakozással
és egy kicsikét nehéz szívvel vállaltam el ezt a feladatot. Ugyanakkor kihívásnak is éreztem, mert hogy meg tudom én ezt csinálni? Tehát felmerült bennem egy ilyen kérdés meg, hogy szeretném én ezt csinálni. A legelső alkalommal, amikor ezt elvállaltam, akkor én már 8 éve, akkor el is mondtam, hogy egy évre, egyelőre. Hogy szeretném látni, hogy ez nekem megy, tudom csinálni. Nem megy az egyéb pedagógiai munkám kárára. Belefér az időmbe, belefér emellett a család is, mert azért mindenki van jobb, a család is létezik, és azért őrejük is kell időt és energiát fordítani. Hát és úgy tűnik, hogy belefér. Igyekszem megtenni mindent az iskoláért, megtenni, hogy az iskola jól működjön. Úgy gondolom, hogy tagintézményvezetőként ez a feladatom. Hogy mindaz, ami az iskolában van, a tanítás, az oktatás, a gyerekekkel való foglalkozás, a programok, azok flottul és kisebb döccenőkkel, de jól menjenek. Szeptember 1-én megkezdődik az iskola a bonyhádi gyermekek számára is. A nyári szünet alatt megérkeztek az ingyenes tankönyvek minden intézménybe, amit a szülők és a diákok legkésőbb az iskola kezdés napjáig át is tudnak venni. Pedagógus téren szerencsére nincs hiány, minden szakra jut elegendő tanár ebben az évben is. Hamarosan megnyitják kapuikat az iskolák, szeptember első hetében megkezdődik a tanítás minden intézmény falai között. 2022. szeptember 1-én jövő csütörtökön kezdődik meg a tanítás. Azt gondolom, hogy nálunk a feltételek adottak. Jelen állás szerint úgy tűnik, hogy 450 általános iskolás és közel 100 gimnazista kezdi meg a tanulmányait. A nyári időszak eseményéhez tartozik, hogy a tankönyvek gyakorlatilag hiánytanul megérkeztek. Ezeknek a kiosztási időpontja az augusztus 29 és 30 lesz, a gimnazisták pedig szeptember 1-én az első tanítási napon kapják meg a könyveket. Biztos nagy örömmel várják már ezt a pillanatot ők is. Hagyományos tanrendre készülünk, nincsen semmi olyan hír, hogy az online oktatás visszatérne. Én azt gondolom, hogy ennek örülnek a szülők, a pedagógusok, de még a gyerekek is, hiszen ez a közösség hiányzik nekik, úgyhogy úgy tűnik, hogy rendes, hagyományos tanévnyitót tartunk augusztus 31-én 17 órakor, és utána pedig a szokásos menetrend szerint indul az oktatás. Kiemelkedő eredménynek számít, hogy az intézmény nem küzd pedagógus hiánnyal. Nagyon fontos, és azt gondolom, hogy ez az országban nem egyedülálló, de talán egy örömteli esemény, hogy a szakos ellátottságunk az gyakorlatilag 100%-os. Minden egyes tantárgyat megfelelő végzettséggel rendelkező pedagógus oktat, és ez nagyon fontos dolog, és büszkék is vagyunk rá. A korábbi évekhez hasonlóan idén is ingyenes tankönyvhöz jutnak a diákok, mely a több gyermekes szülők számára hatalmas segítséget jelent. Eljutottunk oda, hogy gyakorlatilag 1-től a 12. évfolyamig minden egyes tanuló a tankönyvcsomagot ingyen kapja meg. Azt gondolom, hogy a további vagy a korábbi években, amikor ilyen 10 000-es tételeket jelentett ez, ahhoz képest ez egy hatalmas könnyebbség. Nyilván így is meg kell venni füzeteket, egyéb tanszereket, de a tankönyvcsomag ingyenesség az egy jelentős könnyítés, és a visszajelzések alapján ennek minden szülő örülni szokott. Két részre kell választani, vannak ugye a gyakorló tankönyvek, munkafüzetek, és vannak a tartós tankönyvek. A tartós tankönyvekre arra vigyázni kell, hiszen azt a későbbiekben is fel tudjuk használni, de az elmúlt években ez egy jól kialakult gyakorlat volt. Még ami fontos talán, hogy a gyerekek jó része azért reményeink szerint pihenten érkezik vissza az oktatás világában, hiszen a nyári időszakban 3 táborban is részt vehettek. Ezek közül volt olyan tanuló, aki Fonyod Bélatelepen táborozhatott, volt olyan, aki Váralján vett részt táborban, és meg a gimnazisták is eljutottak az Erzsébet tábor keretein belül Zánkára, és a visszajelzések alapján mindenhol jól érezték magukat, amint nem is csodálkozok. Mind a pedagógusok, mind pedig a diákok lételeme az iskolapadban történő oktatás megvalósulása. Nagy örömmel várjuk a tanévkezdést, és reméljük, hogy ez a lelkesedés kitart az egész tanév végéig. A sok éves rutin ellenére is mindenkit nagy izgalommal tölt el az első iskolai nap. Hát szeptember 1-ével megkezdjük iskolán 216. tanévét, 6 bejövő osztálya, 189
friss csillogó szeminebulóval. Nyilván ugye most már az összes tankönyv itt van rendelkezésre áll, és a szecskák most a szecskatáborban kapják meg, a többiek pedig az iskola első napján vehetik át a tankönyvcsomagot. Bőséggel van utánpótlás az iskolapadokban. Évről évre sok gyermeket érint az ingyenes tankönyv. Összesen az iskolában a gimnáziumi részben 783-at, és az általános iskolával kiegészülve közel 1300 gyermekről beszélünk. Nyilván nagy segítség és nagy öröm ez, de természetesen az iskola kezdés más egyéb kiadással is jár, úgyhogy mindenki örül, hogyha ezen lehet egy kicsit spórolni. Becsengetésre az iskolában zajló felújítási munkálatok is véget érnek. Természetesen befejezzük, legalábbis nagyon remélem, nagyon reméljük, az idei év sem múlt el felújítások nélkül. A főépületben az elmaradt termeket, padozatát, festését végezték el a szakemberek, illetve a tanári és a gazdasági iroda került felújításra, a kollégiumban pedig 200 új ágy és matrac érkezett. Szakos ellátottság megvan, és hát én nagyon remélem, hogy a diákok megelégedésére az idei igazolások is beváltják a hozzáfűzött reményeket. Volt diákjaink is vannak, úgyhogy ez külön öröm számunkra. Az intézmény udvarán még a gólyatábor zajlik. Hamarosan azonban a jelenlévő diákok már az iskolapadot fogják koptatni. Székelymesékkel és rovásírással is megismerkedhettek a gyermekek a Bonyhádi Solymár Imre könyvtár által szervezett nyárzáró táboron. Az egyhetes szünidei elfoglaltságot kirándulások, csapatvetélkedők és kézműves foglalkozások is színesítették. Székely meséket hallgatnak a gyerekek Bálint Mirtil mesemondó előadásában. Bonyhádon a Solymár Imre könyvtár minden évben szervez nyári tábort általános iskoláskorú gyerekek számára. 5 évvel ezelőtt szülői kérésre szervezték meg az első ilyen napközit, azóta hagyománnyá alakult. Van olyan fiatal, aki évek óta visszajár, azt mondja, mindig nagyon jól érzi magát. Azért szeretem ezt a tábort, mert nagyon régóta itt vagyok, itt vannak a barátaim, jó a baráti köröm, jók a programok, jók a tanárok is, hát vagy tanárok, akik vigyáznak ránk. Szeretem ezt az egészet. Jó a matricarendszer is, lehet ugye gyűjtögetni különböző matricákat a jótettekért, és ezt a végén be lehet váltani különböző ajándékokra. Ez a rendszer is nagyon-nagyon tetszik nekem. Illetve szeretem azt, hogy tényleg van mozgás, kirándulás, el vagyunk látva programokkal, és nem unatkozok, pedig itt vagyok a nyár végén, lehetne pihenni is, de én idejöttem, mert ez sokkal jobb választás volt szerintem. Fenyvesi Boginak is a tábor sokszínű programja tetszik a legjobban. Azért szeretem ezt a tábort, mert itt vannak a barátaim, és itt meg itt sok fénykép van, és sokat csinálunk dolgokat. Itt csináltunk olyant, hogy gyurmával csináltunk ilyen tárgyakat, meg ilyen szívecske díszeket. És le kellett fagyasztani, és akkor kész volt, és ma hozták el. A tábor programjai között szerepelt az is, hogy Bálint Mirti közreműködésével, a székely mesékkel és a rovásírással is megismerkedhettek a gyerekek. Tavasszal végeztem egy mesemondó tanfolyamot, ami indukálta ezt az egészet. Mert székely meséket mondok, és így jött a székely rovásírás, és akkor ez göngyölődött tovább, úgyhogy belemélyedtem. Tanulni még nem tanultam, tehát iskolában, de már évekkel ezelőtt érdekelt, és foglalkoztam vele. Autodidakta módon állok most a dolgokhoz, viszont folyamatosan bővítem a tudásomat. Ez alatt a nyár alatt is így történt, mert hála Istennek több táborba beengedtek, több ilyen nyári táborba, és hát volt, ahol egy hétig voltam, tehát alkalom volt arra, hogy egy kicsit kibontakozzon a dolog. Volt, ahol csak egy napot voltam, ott annyira voltam képes, hogy megmutattam, hogy honnan merre, meg hogy miből hogyan, meg hogyha megkapja a gyerek a kezébe a rovás ABC-t, akkor onnantól kezdve ővé a világ olyan szempontból, hogy mennyire ambicionálható, mennyire lehet kedvet teremteni neki, és akkor ő utána azzal már szépen elboldogul, ezért mondtam azt, hogy az íráskészség az kell hozzá.
Bálint Mirtil azt is hozzátette, hogy ugyancsak egy óra állt a rendelkezésére ahhoz, hogy a gyerekek belekóstoljanak a rovásírás szépségeibe, de talán ez a kis idő is elég volt arra, hogy felkeltse az érdeklődésüket a téma iránt. És arra gondoltam, hogy olyan sokat ülnek a gép előtt, és ha már ott ülnek, akkor valami jót keressenek. És arra gondoltam, hogy ha én itt fölkeltem az érdeklődésüket, akkor rá tudom ereszteni őket a számítógépre ilyen szempontból is. És még olyan terveim is vannak, hogy kialakítok egy levelezést, egy csoportot a gyerekekkel, mert 8-án kezdünk egy rovás csoportot itt a könyvtárban, egy héten egyszer, terveim szerint, és decemberig szeretném annyira fölhozni őket, annyira beindítani ezt az egészet, hogy utána ők már egyedül is tudjanak ezzel foglalkozni, ugyanis találtam olyan kiadványokat, amik rovás nyelven vannak írva. Tehát akkor ő már tud olvasni, könyvet olvasni. Az viszont fontos, hogy írni tudjon. Már. A könyvtár épülete és a körülötte elterülő kert ideális környezet a gyerekek számára, így a tábor során is több helyszínen többféle foglalkozást tudtak a szervezők lebonyolítani a fiataloknak. A Nyázáró táborra olyan programot szerveztünk, ami inkább kinn a természetben vagyunk. Sajnos hétfőn ugye az eső miatt bekényszerültünk a könyvtár épületébe. Itt benn vetélkedőket, csapat feladatokat adtunk a gyerekeknek, volt ügyességi verseny is, sztorikockát készítettek a gyerekek. Voltunk Váraján az ifjúsági táborban, ott ebéd után a gyerekeknek a felső játszótéren kincskereső játékot szerveztünk, aztán elmentünk le a tavakhoz kirándulni egyet, megnéztük a tavak élővilágát. A nyárzáró táborban első osztályos kortól egészen 8. osztályos korig vehettek részt a gyerekek, sok közülük állandó visszatérő, hiszen a változatos programokkal átszött napközi jó lehetőség számukra a kikapcsolódásra még az iskola kezdés előtt. Köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!